Azzal én is úgy vagyok, és elfogadom, sőt évek óta vallom, hogy a hagyományos orvoslás és az alternatív terápiák kéz a kézben kell, hogy járjon, és a kettő kiegészíti egymást. A homeopátia pedig kifejezetten érdekes és kedvemre való amiatt, mert nem csak a betegség kezelésében, hanem már a megelőzésben is tudjuk használni, és fontos szerepet játszhat. Mi a különbség a homeopátiás gyógymód és a hagyományos orvoslás között? Mind a kettő hatalmas múltra tekint vissza. A homeopátiát 1755-től 1843-ig Samuel Hahnemann alapította. A jelentős különbség abban van, hogy mire választjuk a gyógyszert, mert hogy a hagyományos orvoslás az diagnózisokat állít fel egy-egy betegségtünet alapján, és a diagnózisokkal a beteg egy fagba kerül, amihez rögtön egy terápia is tartozik. A homeopátiás gyógymód az nem így, is fakokba sorolja a pácienseket, de az jelentős különbség, hogy sokkal több fak van, mert így a páciens személyiség vonásait, az, hogy milyen módon éli meg azt a panaszt, ez befolyásolja a gyógyszervizsgálatot is. Homeopátiás gyógymód akár egy hétköznapi ember számára is elsajátítható lehet? Igen, én azt gondolom, hogy igenis helye van a gyógyítás a családban homeopátiával, hiszen sok olyan panasz van, amik gyakorlatilag rövidíthetők, ezek spontán gyógyuló betegségek, annyi a különbség, hogyha homeopátiával kezeljük, hogy rövidebb ideig tart, hamarabb múlik el, mint a kövögés, hamarabb múlik el a láz, hamarabb lesz jó erőnléti állapotban a páciens, és ez egy családban is elérhető. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy egy anyuka is lehet homeopátiás. Igen, anyuka is használhat homeopátiát, és számos homeopátiás szervezet hazánkban is, meg külföldön is szervez tanfolyamokat, ahol is ennek a gyógymódnak pont ezt a nehéz részét, amikor egyénre szabottan kell választanunk, ezt tanítják meg az édesanyáknak.